Sziasztok, ez itt a Hitchcock Challenge. Együtt végignézzük a mester összes filmjét, és jól kielemezzük. A gazdag és különössel folytatjuk. Induljon a spoiler. Gyönyörű körsvenkel indul a film, 6 óra van, az irodisták hazaindulnak az esőben. Frednek különösen rossz napja van, így otthon hiába várja Emily, neki semmi se jó. I want some life. Amikor is jön egy levél, hogy kapnak egy zsák pénzt. Egy Shakespeare idézet után Párizsba mennek, mulatnak, isznak, aztán összeesnek a hotelszobában, elindulnak a távol-keletre nyaralni, Fred tengeri beteg lesz, Emily pedig megismeri Gordont, aki valamit szeret. Másnap újra randiznak, aztán este elcsattan az első csók. Fred végre kimegy a fedélzetre, ahol fejbe dobja egy hercegnő. A hajó kiköt, négyesben elindulnak várost nézni, de Fred megpattan a hercegnővel, aztán az esti bulin már ők is smárolnak. Már menne szobára, de a hercegnőt elküldi táncolni, hogy legyen alibi. Elég jó a buli, egyszerre csalják egymást a fiatalok, de utána bárban azért összefutnak még egy koktélra. Sri Lankán már külön kocsikázik a két pár, Szingapurban pedig már külön is laknak. Ekkor Emily megtudja, hogy a hercegnő egy csaló. Beállít Fredhez, hogy átgondolt mindent, és mégis őt szereti. De Fred otthagyja, hogy a hercegnő után menjen. Emily szomorú szerelmes levelet kap Gordontól, Fred pedig összetörten visszaérkezik, mert átverte egy nigériai csaló. Hercegnőnek adta ki magát, lehúzta egy rakás pénzzel, aztán felszívódott. Még pont haza tudnak utazni, és itt lenne a film vége, de a hajó zátonyra fut, ők meg nem tudnak kijutni a szobából. Másnap rájönnek, hogy az ablakon is lehet próbálkozni, de addigra már teljesen üres a félig elsüllyedt hajó. Megjelennek a kínai kalózok, Emilyék átmásznak hozzájuk, és együtt végignézik, ahogy teljesen víz alá kerül az óceánjáró. Kapnak macskahúst, azt kihányják, végignéznek egy szülést, aztán hazaérnek, és újra úgy veszekedhetnek, mint kapcsolatuk hajnalán. Kivételesen most azzal kezdjük, hogy itt a Hitchcock, hol a Hitchcock? Ugyanis az egész film egy nagy cameo. Alfred és Alma Hitchcock pont egy karibi utazástól tértek haza, amikor megírták a forgatókönyvet, sőt Hitchcock még azt is bevallja, hogy a párizsi bordélyházas élményeik is megihlették őket. A férfi főszereplő neve Fred, a női Emily, nem nehéz észrevenni a nevek között a hasonlóságot. Az is elég egyértelmű utalás, hogy Frednek fényképezés a hobbija, nem véletlenül tartják ezt Hitchcock egyik legönéletrajzúbb ihletésű filmjének. A közönségnek viszont nem jött be, és Hitchcock innentől kezdve soha többé nem volt ennyire őszinte a filmjeivel, bezárkózott, és egyre kevesebbet tudunk a magánéletéről. Kár, hogy ez az egész egy kamu, de legalább sokan terjesztik. Dale Collins, egy romantikus regényíró, már 2 évvel korábban megírta ezt a sztorit, és ott is Frednek és Emilynek hívják a főszereplőket. Sőt, az író beleírta magát is a regénybe, a fedélzeten találkozik és beszélget a főszereplőkkel. Később Hitchcock azt mesélt, hogy egy ilyen jelenetet le is forgatott, mint rendező találkozik Emilyvel és Freddel, akik elmesélik neki a sztoriukat, de ő azt mondja, hogy nem, ebből nem csinálok filmet. Valószínűleg ez se igaz, de ez a Hitch egy igazi mókamester. Például a nőt, akivel Fred táncolt, őt halálba szivatta a forgatáson, viszont ő volt a legviccesebb szereplő, saját belépő szöveggel. És van még pár szentencia, amit magammal viszek ebből a filmből, például amikor a hercegnő hasonlítja saját magát Emilyhez. Vagy amikor Fred fejti ki a véleményét a kínaiak szaporodásáról. Az is jó, amikor a lift kijelzőihez állítja részegen az óráját, de Hitchcock ott is kiéli a filmtrükk mániáját, amikor tengeri betegen próbálja elolvasni a menüsort. Újra vannak névinzertek, de az akkori közönség, vagy inkább egy konkrét újságíró úgy érezte, hogy 1931-ben ez már nagyon ciki. Ettől függetlenül Amerikában is bemutatták a filmet East of Shanghai címen, ami csak egy picit képzavar, mert 3000 kilométerre nem jutottak közelebb Shanghaihoz. Mivel Hitchcock meg én is imádom a tömegközlekedést, ezért muszáj elmondanom, hogy a 4 évvel ezelőtti filmje a Lejtmenet óta Londonban kicserélték a mozgólépcsők fokait fáról fémre. A film megnézhető online, link a leírásban további tudásmorzsákkal, most pedig jöjjön a kedvenc snittem, ami nem az, amikor a kínaiak farccal nézik, ahogy meghal a társuk, hanem amikor a tengerpartot látjuk pálmafákkal. Lájkoljatok, iratkozzatok föl, vagy nézzetek további filmeket a csatornáról. Jön a Bécsi keringők, ami egy sokkal szebb szerelmi történetről és a Kék Duna keringő keletkezéséről szól.